ozmózis jelenségét szeretnénk demonstrálni egy biológiai objektum a tojás segítségével. A tojásnak a meszes héját 10%-os sósav segítségével leoldjuk, majd a félig leoldott héjjal rendelkező tojást beáztatjuk desztillált vízbe. Néhány óra elteltével pedig szeretnénk valamit megmutatni. Akkor megszúrom a tojást. Mi is lehet ennek a jelenségnek a magyarázata? A leoldott meszes héj alatt maradt a tojásnak a lágy héja, ami gyakorlatilag félig áteresztő, szemipermeábil és hártyaként viselkedik. Az ozmózis jelenség azon alapszik, hogy az oldószer át tud áramlani a félig áteresztő hártyán, a tojás lágy héján, míg a benne lévő oldott anyag a fehérje nem. Ennek hatására hígabb oldatból anyagáramlás indul meg a töményebb oldat felé. Természetesen teljes kiegyenlítődés nem lehetséges, hiszen odabenn olyannyira megnő a nyomás, melyet ozmózis nyomásnak nevezünk, hogy a benn gyülekező vízmolekulákat kipréseli. Ideben megnő a nyomás, ennek a nyomásnak a hatását láthattuk abban a pillanatban, amikor megböktem a tojásnak a lágy héját, és a nyomásnak a hatására egy kis spriccelő víz áramot tudtunk létrehozni.